76 tonna tartós élelmiszer érkezett ma Székelyudvarhelyre az Európai Uniós támogatást a polgármesteri hivatal Tamás Járon utcai raktárában helyezték el, és a korábbi évekkel ellentétben most innen kerül az kiosztásra. A rakománnyal egy időben a jogosultak listája is megérkezett a Hargita megyei tanács által készített listán. Idén 1996 személy szerepel szemben a tavalyi több mint 2500-zal. A jogosultsági feltételek idén sem változtak, azaz ezúttal is élelmiszer támogatásban részesülnek azok, akik munkanélküli segélyt kapnak, illetve a garantált minimálbérre jogosult személyek, a 400 lejnél kevesebb nyugdíjú idősek, illetve a nem intézményesített 1-es és 2-es kategóriába eső fogyatékkal élők. A támogatás 6 féle tartós élelmiszer tartalmaz, fejenként 14 kg lisztet, 9 kg puliszka lisztet, 2 kg száraz tésztát, 1,5 kg tejport, 8 kiló rizst és 1 kg kekszet vihetnek haza. Ma kezdjük el az élelmiszer támogatás osztását. Ma kaptuk az élelmiszer támogatást, ma kaptuk meg a listát, és hogy meddig tart, hát amíg mindenki átveszi. Ez úgy szokott történni, hogy kiosztjuk a listán szereplő személyeknek, a megmaradt mennyiségre pedig postipót listát készítünk. Törvény azt, hogy először ki kell osztani, és utána a személyeknek, ami megmarad, arra lehet pótlistát készíteni, úgyhogy egy olyan 2 hónap múlva fogunk neki pótlista készítésnek. Ezt szeretnénk karácsonyig befejezni. A támogatást kedden, szerdán és csütörtökön lehet átvenni 11 és 15 óra között. A jogosultságot a személyazonossági igazolvány felmutatásával kell igazolni, tette hozzá Fülpesi. Az udvarhelyi térségben egyébként a mai akcióval lezárult az élelmiszer segélyek szétosztása. A gyergyói térségben később kezdték el a szállítmányok széthordását, így ott várhatóan egész októberben zajlani fog.